Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök sportmagazinunk eheti adását látják. Kiváló időben és körülmények között zajlott le az 5. sárkányhajó bajnokság Dunaújvárosban. Az ország számos pontjáról közel 700 versenyző érkezett a küzdelemre. Komoly sárkányhajó versenynek lehettek szemtanúi azok, akik kilátogattak a Dunaújvárosi Szabadstrandra, ahol kiváló időben és körülmények között családias hangulatban telt a Magyar Kajakkenu Szövetség sárkányhajó bajnokságának 5. fordulója. Az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők, akiknek nagyon tetszett a helyszín. Nem voltunk még itt Dunaújvárosban, legalábbis ezen a helyszínen. Nagyon szép maga a környezet, nagyon jó a versenypálya, nagyon jó időnk van, úgyhogy tetszik minden rendben. A versenyek ugye általában standardizálva vannak, tehát általában egy bizonyos szabályoknak meg kell felelni a rendezésnél, és ez tökéletesen megfelel azoknak a szabályoknak, amit az MKKS lefektetett. Mit vársz, milyen eredménnyel fogjátok lezárni ezt a versenyt? Hát azt várom a csapattól, hogy hajtsa ki magát, tegye meg mindent a győzelemért, aztán majd meglátjuk, hol érünk be. Nagyon tetszik ez az első verseny itt, amit megrendezésre került a Magyar Bajnokság keretein belül, és hát egyelőre nagyon tetszik a helyszín. De hát még nincs vége a napnak. A szervezéssel mennyire elégedettek? Szuper a szervezés, nagyon szép a helyszín. Eddig milyen eredménnyel szerepeltek a verseny során? Sajnos ahhoz, hogy döntőbe kerüljünk, még mennünk kell egy reményfutamot. Mennyire nehéz egy ilyen verseny véghez vinni, hogy tényleg, hogy dobogósok legyenek? Mi kell ahhoz, hogy sikerüljön? Rengeteg kitartás, nagyon sok gyakorlás, jó állóképesség, más nem. És hogy milyen versenyek lesznek a közeljövőben? Következő állomásunk az Kecskemét lesz, az 2 hét múlva lesz, és a záró verseny az meg szeptember elején lesz Sukoron, úgyhogy végül is majd, hogy nem túl vagyunk a versenyszezonnak a felén. Hogyan tetszik ez a verseny? Jó hangulata van, kellemes környezetben. Mondjuk én meglepődtem, mert kicsit kicsi a víz, alacsony, de egyébként tetszik. Jó, barátságos családi hangulat. Mi a véleményed a szervezésről? Tulajdonképpen jól meg lett szervezve, mert eddig ugye minden flottul működik, tehát ez csapatok vízre szállnak, kiszállnak, van, tehát a part az nagyon tetszik, mert ugye hűvösbe tudunk pihenni, és hát jó a társaság, tehát tulajdonképpen más nem kell. A bajnokságot mindvégig izgalmas és látványos küzdelmek jellemezték, amit mind a 700 résztvevő rendkívül élvezett. A verseny megszervezéséhez több mint 6 hónap kellett. Szűcs László, a DVSZT sárkányhajó szakosztály vezetője szerint óriási elismerés, hogy a program helyszínének Dunaújvárost választotta a Magyar Kajakkenu Szövetség. A mai verseny az a Magyar Kajakkenu Szövetség Magyar Sárkányhajó Bajnokságának az 5. fordulója itt Dunaújvárosban, melyet annak köszönhetően nyertünk el, hogy 2013. szeptemberében pályáztunk a Magyar Kajakkenu Szövetségnél, mint helyszín. Annak érdekében, hogy Dunaújvárosba hozzunk lehető legtöbb sportolót gyakorlatilag az ország számos pontjáról, és ahogy az ábra is látszik, szábra mutatja, ez sikerült is. 6-700 összesen, 6-700 versenyző lesz majd, van még a divizionális versenyekhez még, illetve a nyílt versenyekhez még kicsit később is fognak még pluszba érkezni személyek, sportolók. A Dunaújvárosban most először szerveztek egy koronacabású esemény, miért különleges össze? Hát számunkra mindenféleképpen azért különleges, mert eddig idézőjelben csak amatőr módon picikét masszatolgattunk ilyen 200-300 fős rendezvényekkel, és most ez nekünk egy nagyon nagy kihívás, mind infrastruktúrálisan, mind a személyállomány tekintve. Ugyanis hála Istennek sikerült úgy összehozni a verseny szervezését, hogy a verseny szervezői gárdája néhány magánszemély, aki nem is szakosztálytagunk, magánszemély segítségével gyakorlatilag egy elkülönülő csoportot jelent, tehát a szakosztálytagok és a magánszemélyek, és emellett a szakosztályunk tudja magát képviselni az 5. fordulón, úgyhogy az első eredményünk alapján elég jól állunk, ha jól láttam. Nem könnyű, ugyanis igazából egy magyar bajnokságnak a megszervezéséhez, egy ilyen 7-800 fős, 6-7-800 fős rendezvénynek a megszervezéséhez legalább egy olyan 6 hónap kell, főleg, hogyha az adott sportszervezet vagy a szervezői brigád gyakorlatilag támogatást nem kap. Tehát ez azt jelenti, hogy szponzorokat kell tudnunk szerezni.
és az alapvető problémája a mi szakosztályunknak az az volt, hogy az engedélyünket, az gyakorlatilag a rendezvényünket megelőző egy hónapban kaptuk meg. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve tudtunk szponzort keresni. A verseny gyakorlatilag három fő része bontható. Az egyik az a teljesen amatőr úgynevezett friss sárkányok kategóriája, ők 200 méterre neveznek. A másik maga a magyar bajnoki forduló, ahol is gyakorlatilag a bajnoki pontszerzések zajlanak, ugyancsak 200 méteren, ez az úgynevezett divizionális verseny, ahol is három divízióra van bontva a 23 csapat a Magyar Kajakkenu Szövetségnek, és ennek megfelelően versenyeznek egymás között, és azért lehet látni ilyen szoros versenyeket, mert ez a versenyrendszer fantasztikusan jól ki van találva, és közel hasonszörű, közel hasonló erejű csapatok méretetik meg egymást, és ez folyamatosan szint hozza az ember életébe, hogy hol az egyik veri meg a másikat, hol a másik az egyiket. És ezen felül van ez úgynevezett nyílt kategória, ahol is nem kizárólagosan a sportegyesületek, hanem össze-vissza vegyülve a sportegyesületek egymás között, vagy egyéb más sportolói gárdák a nyílt bajnokságon tiszta férfi és tiszta női hajóegységben tudnak versenyezni. És a nap végén majd egy hosszú távú 2000 méteres futamot fogunk rendezni, amely a divizionális, amely csak is kizárólag a divizionális versenyzők vesznek részt, az első hat mind a három divízióban. Hát ez a sport, ez azért különleges, mert csapat sportról van szó, gyakorlatilag szinte a legnagyobb számú csapat sportról, ugyanis egy hajóegység 22 főből áll. Ennek a hajóegységnek az abszolút összmunkáján múlik a hajó eredménye. Közös munka, közös eredmény. Azért nehéz ez a sport, mert nagyon-nagyon nehéz 20 éveseket, 30 éveseket, 40 éveseket közös munkára, adaptációra, másiknak a megszokására ránevelni. Tehát ez egy nagyon-nagyon kombinált és nagyon nehéz feladat, de akkor, amikor az eredmények megvannak, mint ahogy ha megemlítettem, a mi szakosztályunk kétszer volt már magyar bajnok. Gyakorlatilag, mivel hogy most kezdtünk el versenyezni, a legutolsó, hármas divízióban, a legutolsó helyen indultunk el, a 23. helyről, és négy versenyt követően feljutottunk a 11-12. Helyre. Tehát a progresszió az jó volt, de itt már látszik az, hogy valahol a határértékek már kezdenek súrlódni, tehát olyan nagyon ott vagyunk abban a divíziós tartományban, ahol hát az egyes vagy a kettes divízió. Most ugye a kettesi divízióban vagyunk, és nagyon-nagyon szeretnénk bizonyítani. Az eredményről nem szeretnék beszélni, azért mert remélem a legjobbat, és az eredményt nem szeretném szóba foglalni, mert a hátha szerencsétlenséget okoz. Nyilvánvaló, itthon vagyunk Dunavásban, és a csapattársaim nagyon-nagyon-nagyon igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy büszke lehessen rájuk Dunavás. Szűcs László kiemelte, az ISD Dunafer és a DVG ZRT támogatása nélkül nem ihetett volna létre a bajnokság. Bízik abban, hogy Dunaújváros a jövőben ismét lehetőséget kap hasonló versenyek megszervezésére. Megállás nélkül 4 órán keresztül mutatták be az előírt technikákat és formagyakorlatokat az Ashihara karatésok, hogy övvizsgát tegyenek. A próbatételre az ország minden pontjáról érkeztek vizsgázók. Pillán gyorsan visszaáll! Hartják, megkikom energét, uranegítsek, lekül a földre! Szenszei Hartyányi Attila a Dunaújvárosi Karate edzőtábor résztvevőit vizsgáztatja. Ő a magyarországi Ashihara karate meghonosítója, így az egész országban neki van egyedül joga a vizsgáztatáshoz. Mint mondja, a sikeres próbatételhez hatalmas lelki erő szükséges. A vizsga az több részből áll. Először egy tradicionális úgynevezett bázis tréningprogramot csinálunk végig, amit a világban mindenki minden ugyanúgy csinál. Utána be kell mutatniuk árnyékolás technikákat, támadás technikákat először, vagyis olyan gyakorlatokat, amivel az ellenfelet ugye támadják. Utána pedig olyan küzdő kombinációk vannak, amikor ezeket a képzelt támadásokat kivédik, visszatámadnak. Ez az első része, itt tartunk a vizsgánál. Aztán utána pedig összeállnak páros gyakorlatokra, és párba bemutatják azt, hogy amit a levegőbe végrehajtottak, azt meg tudják csinálni úgy, hogy egy valós támadó támadja őket, és életszerűen meg tudják csinálni a gyakorlatot.
aki idáig eljutott, mert meg tudta csinálni, az folytathatja tovább a vizsgáját. Ezután az erőteszt jön, ilyenkor vannak ilyen testpajzsaink, ilyen vastag, szivacsos testpajzs, ahol azt kell a tanítványoknak bemutatniuk, hogy azt, amit a levegőbe megrúgtak, azt teljes erővel végre tudják hajtani a pajzsra, hogy hatékony és megállja a helyét egy valós harcba is a támadásuk. Itt az ütéseket, rúgásokat, vannak olyan tanítványoknak, akik ugrórúgásokat, egy sokkal magasabb technikai szintű rúgásokat be kell tudni mutatnia. Ez egy erőteszt, úgyhogy teljes erővel kell végrehajtani, és mivel időre megy, és folyamatosan kell dolgozni, ezért egy nagyon komoly állóképességi dolog is. A következő rész az már küzdőtechnikákból áll, van egy olyan Sabaki Kumite nevű gyakorlatsor, amikor pedig egy támadással támadják, mint egy utcai támadásba. Egy támadás, azt gyorsan ki kell védenie, vissza kell támadni, és harcképtelen kell tenni az ellenfelet. Ugye ez még nem küzdelem, hanem küzdelemre rávezető gyakorlat. Ezzel megvagyunk, ez a délelőtti programunk, ez kb. olyan 2,5 óra lesz, reméljük annyi időt végzünk. Utána ugye jön az ebédelés, egy kis pihenő, délután jönnek a danvizsgák, két tanítványunk van, aki első danra, fekete első danra fog vizsgázni. Ők bemutatják a gyakorlataikat. Miután megvan, utána jönnek a küzdővizsgák. Az azt jelenti, hogy a kiú fokozatra is, és a dan fokozat is természetesen meghatározott küzdelmek vannak. Végre hajtani, 2 perces küzdelmek. Ott viszont ugye védőfelszerelésbe teljes erővel kell végrehajtania. Persze vigyázunk egymás, azért van védőfelszerelés, sípcsontvédő, lágyékvédő, hölgyeknek, belkasvédő, stb. De ettől függetlenül teljes erővel kell dolgozni. Aki végig tud állni a vizsgát, annak és technikailag is megfelel a követelményeknek, azt mondják a mesterek, utána leülünk és megbeszéljük, hogy technikailag is megfelelt, annak sikerült a vizsgája. Ha a technikai nem felelt meg, akkor nem sikerült, ez azt jelenti, hogy majd fél év múlva újra vizsgázhat, illetve ha valaki a küzdelembe feladja, vagy leütik, és nem tud felállni, nem tudja folytatni a küzdelmet, akkor szintén sikertelen a vizsgálja, de hát az élet az ilyen kemény. Az egyhetes táborba az ország minden pontjáról érkeztek tanítványok, hogy a végén megszerezhessék az új fokozatot. A vizsgára való felkészülés nagy kihívást jelent, mind fizikailag, mind lelkileg, ezért óriási izgalommal is jár. Ma én leszek délután az egyik danvizsgázó, megmondom őszintén, hogy igazából nagyon izgulok, mert hát azért mégis csak a feketeves vizsga lesz. Egész életemben erre vágytam, már 10 éve csinálom a sportot, remélem, hogy sikerül a délutáni vizsgám. Igazából egész héten arra készültünk a segítőmmel, hogy minden tökéletes legyen, összegyakoroltuk az összes formagyakorlatot, önvédelmeztünk, a formagyakorlatokat is mindent átvettünk, a szabadon választottat is, remélem, nem lesz semmi probléma. Hát a küzdelmet, hát attól megmondom őszintén, nagyon, nagyon félek, mert tavaly is nagyon sokat kaptam. Hát igazából azt csak ki kell bírni, remélem, minden rendben lesz. A vizsga 3 részből állt, szakmai elmélet, erőnlét és technikai vizsga. A megterhelő próbatételen 4 órán keresztül megállás nélkül kellett bemutatni az előírt technikákat és formagyakorlatokat. Az edzők a tanítványok egész éves munkáját figyelembe véve döntöttek a vizsga sikerességéről. Az országból mindenhonnan jöttek ide, és az edzőtábor végén mindig van egy ővizsga. Itt vizsgáznak a kezdőktől haladókig is szerencsénk van most, lesz 2 danvizsga is, egy szenior, egy idősebb 50 éves sportásunk vizsgázik le mesterfokozatra, illetve egy fiatal ifjú titán vizsgázik. Hogyan zajlik pontosan a vizsga? Hogyan képzeljük ezt el? Fölállnak a tanítványok, és megcsinálják azokat a vizsgakövetelményeket. Ebbe vannak bázis tréning programok, be kell mutatni azokat az ütéseket, rúgásokat, amiket megtanultak, illetve amit tudni kell. Ideális esetben. Nyilvánvalóan a küzdelemben nem így kérjük tőlük, akkor meg kell nekik mutatni önvédelmi fogásokat, kell nekik erőléti feladatokat csinálni. Például pajzsra kell ütni percekig különböző technikákat, ugrórugásokat, köríves rugásokat, egyenes ütéseket, ami elő van írva nekik. Ez egy elég megterhelő, legalább egy olyan 3-4 órás vizsga. Milyen sikerrel szoktak zárulni ezek a vizsgák? Nagyon-nagyon kevés esetben van, akkor is csak sérülés miatt adják föl. Nagyon-nagyon, ez ugye a harcművészet kitartásra, önfegyelemre nevel. Most is éppen lehet látni, nagyon-nagyon meleg van, nagyon-nagyon szórt fény van, mindenki izzad, de mindenki keményen oda teszi magát. Szerintem vagy 2 liter vizet biztos el fognak veszteni. A vizsgázók a nap végén komoly felkészültségről és tudásról tettek tanúbizonságot, amit a mesterek elismerő szavakkal méltattak. Hey!
Egyes! Lejátszotta első edzőmérkőzését az élvonalba frissen feljutott DF Renalpin futszál csapata. A dunajvárosiak a tavalyi NB1-es szezon bajnokát, a Berettyóújfalu együttesét látták vendégül. A Dunaújvárosi sportcsarnokban lépett pályára a DF Renalpin FC futszál együttese, amely az MVFC Berettyóújfalu gárdáját fogadta. A találkozót a vendégek kezdték jobban és kétszer is vezetést szereztek. Baranyai Pál együttese azonban egyenlíteni tudott. A második felvonásban megszerezte harmadik gólját is az első osztály regnáló bajnoka. Erre már nem volt válasza a fehérben játszó hazai csapatnak, így végül a dunaújvárosiak 3-2-es vereséget szenvedtek az idény első felkészülési mérkőzésén. Én úgy látom, hogy a mi csapatunk fizikálisan, atlétikusan sokkal inkább egybe volt, mint az ellenfél. Kötélhúzásban 100 ponttal vertük volna őket. Hát igen, lehet, hogy fizikálisan jobbak voltunk, de hát ugye taktikailag azért még nagyon le vagyunk maradva, ugye azt tudjuk, hogy ugye körülbelül 6 darab edzésünk volt, de én úgy gondolom, hogy a mai meccset mi győztesként hagytuk el, attól függetlenül, hogy az eredmény nem ez bizonyítja, mert én büszke vagyok a srácokra, hogy amit kértem védekezésbe és támadásba is megpróbáltuk befejezni a támadásokat minél gyorsabban, azt szerintem megvalósították. Egy hónappal ezelőtt azt mondtad nekem, hogy megtanuljátok a futszát. Ez egy nehéz tudomány. Igen, nagyon nehéz a futszát megtanítani. Nem egyszerű, főleg úgy, hogy igazából heti 2 edzünk, de azzal leszünk, hogy megtanuljuk. Sőt, én amit mondtam, hogy én bízok benne, hogy 3-4 hónapon belül már mi fogjuk irányítani a mérkőzéseket, mi fogunk dominálni. Mi volt az erénye a mai mérkőzésen a csapatunknak? Hát a védekezés, én úgy gondolom, hogy nagyon fegyelmezetten védekeztünk, igazából ez az első dolog, amit meg kell tanítani a srácoknak. Én úgy gondolom, hogy be is bizonyították, azért egy bajnok csapat ellen csak 3 gólt kaptunk, én úgy gondolom, az mindent elárul. Ahogy én benneteket ismerlek, ilyenkor kitesztek egy pontot, leveszed a tanulságot, mentek tovább. Mik lesznek a feladatok most a nyáron? Hát mindenféleképpen még a védekezésen abból, hogy fogunk tudni előrefele haladni. Utána fognak jönni a támadások, szögletek, pontrugások, amiket nagyon-nagyon muszáj átvenni, mert lehet látni, hogy egy pontrugásról meccset el lehet dönteni. Én most erre fogom ráhelyezni a dolgot, a védekezésre meg a pontrugásokra, és akkor utána majd szépen lassan fog jönni a támadás is. Zemankó Zoltán, az egyesület szakosztályvezetője hangsúlyozta, nem ilyen erős ellenfél ellen szerették volna játszani az első felkészülési mérkőzést, ugyanakkor a mutatott játék, valamint az eredmény bizakodásra adhat okot. Kedves barátom, belenyúltatok a jóba. Én nem választottam volna mindjárt bemelegítésnek a legjobb ellenfelet. Hát nem is sokat választottuk első ellenfélnek mi a felkészülésünk időszakában. Volt sajnos 2 elmaradt mérkőzésünk, ami hát nem teljesen a mi hibánk volt történt, ezeken túl kellett lépnünk. Egy picit a felkészülésünk eleje és azok a csató mérkőzések is egy picit döcögősre sikerettek. Elkezdtek ugye nagypályás felkészülések, és tudjuk, hogy a mi srácaink, a mi fiaink nagypályán is vitézkednek, sőt, nagyon jól szerepelnek, és a két sportot, a két elfoglaltságot össze kell, hogy egyeztetni, és egy picit úgy érzem, hogy egy picit ezt talán a futszál rovására kellett, hogy menjen, mert meg is értünk mi, és ezért alakult, hogy az első 2 felkészülési mérkőzésünk elmaradt, ez lett volna a harmadik, nem ez lett most az első, hát belenyúltunk, azt is mutatjuk, hogy belenyúltunk mindjárt a közepébe. Egy pici félelmünk volt, hiszen tudjuk azt, hogy hozzánk a tavalyi szezon első osztálynak bajnokkal Berettyóújfalu érkezett. Féltünk attól, hogy nem is féltünk, hanem tudtuk azt, hogy ez egy vízválasztó lett ez a mi erőfelmérésünkben, de hál' Istennek nem sikerült elosztó ez a mai mérkőzés, ez a bemutatkozás. És akkor mi van, egy kicsit hátra dőlünk, vagy még keményebben kalapálunk? Hát nem dőlünk, hát látjuk azt, hogy azért rengeteg munka vár még ránk, rengeteg hibát is láttunk ebben a mai játékban, ezt a szakvezetőknek, az edzőknek a dolga, és az a szakmai vezetőknek a dolga lesz majd eldönteni, hogy pontosan mik voltak a hibák. Ez laikusként is látszott, hogy vannak lukak ebben a rendszerben még. Vannak olyan területek, ahol nagyon sokat kell még fejlődnünk. Hát a következő 3 hét még 3 hét feladata lesz, hogy ezeket megoldjuk. Túlzó József, a vendégek vezetőedzője, nem volt maradéktalanul elégedett csapata játékával. Elmondása szerint a második játék részben a rutinnak, valamint a létszámbeli fölének köszönhetően tudták fölülmúlni ellenfelüket. Kedves uram, gratulálok a győzelemhez!
Köszönjük szépen, bár a mai nap az eredménynek nem volt jelentőség, ez egy felkészülési mérkőzés volt. Hát a miénk aztán beválasztották, a legjobbat hozták el erre a meccsre. Milyen volt neked? Megérte ennyit utazni? Mindenképpen a Baranyai Palival, az edzőkkel remélem elég jó viszonyban vagyok, és nagyon kevés csapattal tudunk edzőmérkőzést játszani, és a Dunai Város egy újjá alakuló feljutó csapat. Én úgy gondolom, hogy az NB1-nek egy üdeszínfoltja lesz, meghatározó tényezője, ezáltal mindenképpen szerencsés választás volt. Mondhatom én azt egy kis eleganciával, hogy irányítottátok a játékot? Körülbelül arra ment a dolog, amire ti akartátok? Hát az első fél időben nem éreztem azt, aztán a második fél időben egy-két dolgot sikerült jobban helyre tenni, talán fizikálisan is jobban kijött, hogy többen vagyunk, és a második fél időben többet tudtuk irányítani a játékot, mint az elsőben. Elmentetek 2-0-ra, aztán a miénk egyenlítettek, és nem vágtál földhöz semmit. Miért? Nem volt a kezem ügyébe semmi, de nem azért, a futszában az egy olyan játék, ami gyorsan változnak a helyzetek, a tényezők, az eredmény. Emiatt nagyon fontos, hogy meg tudjuk őrizni a higgadságunkat, mert a játékosok fejében ne legyen káosz. Úgy néz ki, sikerült. Nézem ezt a szép sportágat. Egyre jobban hasonlít nekem az a régi asztali játékra, a malomra. Tudod, mikor csiki-csuki van, mikor megőrül az ellenfél. Ti is valami ilyet csináltok magas szinten. Köszönjük szépen. Emetileg a modern labdarúgásra haj az legjobban, ugye, amit látunk most a világban, a futszál a labdarúgás alapjának nevezik. Reméljük egyszer Magyarországon is rájönnek erre. A Dunaújvárosi együttes nem sokat pihen, ugyanis a következő edzőmérkőzés csütörtökön a Dunakeszi otthonában játsszák Baranyai Pál tanítványai. Ennyi fért mai műsorunkba. Jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!